Anyu, az egyetem lángokban áll. Ott hagytam a kosárlabdámat. Ha tűz van, miért nincs füst? Hát lehet, hogy ez egy gyakorlat. Nem, ez biztos, hogy nem gyakorlat. Érzem, hogy valami ég. Szellentettem. Fúj, büdös. Bubble, ne fingj már. Hol van a tűz? Ott van a tűz! Ó, sziasztok, teniszezők! Gratulálok az új tanévhez! Köszönöm, nagyfiú! Itt szólnátok, ha ünnepelnénk. Elmegyünk a klubba, aztán nálam alszunk. Mehetnénk együtt. A szüleim még nem jöttek vissza a nyaralásból. Szóval a ház szabad. És itt vannak a kulcsok. Érted, mire gondolok? Hulknak van bőr a képén. Kíváncsi vagyok, hogy a lányok bedőlnek-e? Kizárt dolog. Túl késő, bébi. Elmegyünk a klubba, de nem veled. A kosarasok már meghívtak minket. Bébi. Bébi, ez olyan aranyosan hangzik. Ciao, kakao, Baby Hulk. Hallottad ezt? Baby Hulknak neveztek el. Fogadok, hogy belém vannak zúgva. Hulk, akarod az igazat? Épp most utasítottak vissza szépen. Tök mindegy. Srácok, imádom az új tanévet. Én is. Lányok, remélem nem felejtettétek el a hagyományunkat. Minden évben ott hagyjuk a csókjainkat a tükrön. És minden évben a takarítónő lemossa. Idén nem tudja megcsinálni. Amina, van vízálló rúzsod? Nem, csak felragasztom. De letépheti a ragasztószalagot, nem? Ez egy szuper ragadós ragasztószalag. Mua. Mua. Hadd próbálja meg letépni. Mi a helyzet, srácok? Új tanév, új kalandok. Igen, új lányok. Nem akarok egy teniszezővel összejönni. Mindegy. Srácok, ebben a tanévben megígértem a szüleimnek, hogy nagyon jól fogok tanulni. Nem akarok bajba kerülni. Nice, te olyan nyafogó vagy. Problémák. Nincs szükségünk lúzerekre és stréberekre a csapatunkban. Érted? Értem. Remélem nem felejtették el a hagyományainkat. Minden új évben egy új átverés. Király! Imádom az átveréseket! És kacok! Boldog új tanévet! Igen, nektek is. Ó, már ki is találtam egy csínyt. Zárjuk be a lúzereket a mosdóba, és kapcsoljuk le a villanyt. Jó móka lesz. Ó, vicces, de én nem csinálom. Veszélyes, fel fognak minket jelenteni. Nice, ha kilépsz, egész évben gyávának foglak nevezni. Megértetted? Nem, Nice-nak igaza van. Ez a csín kezd unalmas lenni. Valami új kell. Megvan! Mit gondoltok? Ez fantasztikus! Ez zseniális! Az olyas miatt még soha nem csináltunk az egyetemen. Fenébe, alig várom, hogy ezt csináljuk. Csináljuk meg! Kedves naplom, ebben a tanévben ki akarok lépni a lúzer csapatból, mert felbosszantanak. Igazi lúzerek. És szeretnék egy saját bandát is. Egy normális bandát. Hogy visszavágjak azoknak a bunkóknak, a kosarasoknak. Ott leszek. Kíváncsi vagyok, hogy betűzöm a bunkók vagy balekok szót. Nem érdekel. Maradjanak csak szarkák. Menj arrébb! Vicces módja a tanévkezdésnek! Kölyök, találkozom ma este a teniszező lányokkal a klubban? Igen. Ez azt jelenti, hogy ha elmegyünk a klubba, akkor egész éjjel ott leszünk? Igen, kölyök, egész éjjel. Azta, egész éjjel? Hazud, hagyd abba! Semmi között hozzá. Igazából holnap fontos edzésünk lesz a verseny előtt. Nem fogunk eleget aludni, és olyanok leszünk, mint az álmos legyek. Nem megyünk sehova. Buli elmarad. Lányok nélkülünk mennek. Elment az eszed, kölyök? Szerencsés vagy, hogy egy klubba járatsz a lányokkal. Felejtsd el az edzést, úgyis megnyerjük ezt a versenyt. Nem, kacsa, nem hagyom ki az edzést. Dance, ha akarod, játszhatok a csapatodban a baseballos helyett. Ő meg mehet a buliába. Mi a helyzet, Dance? Megütetem a hozzáállásommal. Medak. Puzzle, te nem a mi csapatunkban játszol. Felejtsd el. Nem vagy már a csapatunkban, és soha többé vissza nem jössz. És most egy táncoló baseball játékos vagyok.
Mit felejtettél? Kosárlabdázó vagyok. Én tanítottalak meg játszani. Még azt sem tudtad, hogyan kell a labdát tartani. Most már jobbak vagyunk nálad. Duck, menjünk edzeni. Most köszönnek szépen a kölyöknek. Különben nagyon megütöttelek volna az ütőmmel. Videóver. Akkor kifelé. Nélkülem el fogjátok veszíteni ezt a versenyt. Vesztesek. Laura, mi lenne, ha elmennél a kávézóba? Olyan éhes vagyok a forró csokira. Lol, nem veszel észre semmit? Ó, új tornacipő, király. Nem, nem az. Milyen tornacipő? Ezt figyeld, nézd. Ping. Nagyobbra csináltattad őket? Nem. Csak különleges betéteket rendeltem az interneten. Ez megengedett. Persze, hogy megengedett. Meg kell tenned. Vegyél te is. Párnák. Nem is tudnám, hogy betétek. Nem is tudnád, hogy betétek. Ne mondd el a kosarasainknak. Ez lesz a mi kis lányos titkunk. Kölcsön... kérhetem? Nem, nem lehet. Nem higiénikus. Kapzsi. Nem vagyok kapzsi. Komolyan nem lehet. Ezt írja a kézikönyv. Még mindig mohó. A szekrényemhez kell mennem. Ez nem egy villamos, meg fogod kerülni. És nem mozdultok. Azt mondtam, mozogj! Laura, neki is jól jönnének a tappancsaid. Ha-ha-ha, még a betétek sem segítenek rajta. Milyen betétek? Nem áruljuk el, ez egy titok köztem és Laura között. Állj, pihenj! Olyan fáradt vagyok. Már nem sok maradt az ugráshoz. Csak 800 van még. 800-hoz az semmi. Majd megcsinálom. Ponka, nézd ezt a bicepset. Ez pedig a triceps. Ó, Dylan, olyan izmos vagy. Igen, az vagyok. Micsoda? Dylan, menj az útból. Nézd, Ponka, nézd meg, van-e itt valami? Egy kicsit erősebb lett. Szegény Bubble, ez biztos nagyon nehéz neked. Igen, már egy órája ugrálok. Bubble, minek kell ez neked? Úgy ugrálsz, mint egy kenguru, és semmi értelme. Dylan, semmit sem tudsz a sportról. Ez a leghatékonyabb módja a fogyásnak. Ismered Michael Tysont? Ó, ismerem Tysont. Ő egy rapper. Ponka, te vagy a rapper. Ő a világ legjobb boxolója. Neki van a legkeményebb ütése. 800 kiló. Tudod? Goofy a legjobb, és mindig ugráló kötelezek is, láttam YouTube-on. Mindegy, úgy döntöttem, hogy az új tanévben én is olyan sovány és erős leszek, mint a Tyson. Bubble, meg tudod csinálni, hiszek benned, tesó. Köszi, Goofy, te vagy a legjobb edző. Ha majd egyetemen leszek, megígérem, hogy megosztom veled a lányokat is. Bubble, amíg én az egyetemen vagyok, addig nem lehetsz crush. Még akkor sem, ha te leszel maga crush. Dylan, ha ezt mondod, meg foglak ütni. Gyerünk, próbáld meg! Abban ne pazarold az energiádat. Gyerünk, ugráljál! Szerencsés vagy, hogy ugranom kell! Oké, Chuck, Mandy, ez egy új tanév. Ez mit jelent? Ezt akartam én is kérdezni, hogy mit jelent? Ez mit jelent, Max? Chuck, azt jelenti, hogy sok új diákunk lesz. Én ellenzem. Először rúgjunk ki pár embert, és cseréljük le őket újakra. Csak te miről beszélsz? Nem rúgok ki senkit. A mi tinédzsereink a legjobbak. Oké, akkor keres nekem egy társat. Túl sok tinédzser van, nem tudom mindet számon tartani. Nem keresek senkit. Van egy társad. Igen, hol van? Hé, társam, hol vagy? Nem látlak. Talán láthatatlan sapkát viselsz? Ez nem vicces, Csak. Mandy a társad. Rendben van, rendben van. Tessék, de én nem biztonsági őr vagyok, hanem adminisztrátor. Oké, találok neked egy társat, de addig is Mandy segít neked. Nem fogok segíteni Chucknak, erre nincs időm.
Rendben, nem akarom hallgatni ezt a nyafogást. Dönteni fogok. Menjünk, partner, körbe kell járnunk az egyetemet. Csak, ne hívj partnernek, nem szeretem. Tetszik vagy sem, de tarts velem, szépségem. Micsoda? Mi van? Semmi. Szép betétek. Nem unod még őket? Én is akarok ilyet. Készen álltok, srácok? Én készen állok. Csináljuk. Remélem, senki sem jön rá, hogy mi vagyunk. Különben nagy bajba leszünk. Na gyerünk! Mi a fene ez? Ez nem baromság, ez egy tűzjelző. Menjünk! A tűzjelző megszólalt. Nagyon hangos. Menjünk ki innen! Lányok, tűzriadó van! Gyorsan ki kell jutnunk az épületből! Menjünk lifttel, az gyorsabb! Nem használhatjuk a liftet, ha tűz van! Beragadhat! Ez meg mi? Egy riasztó! Milyen riasztó? Tűzjelző! Tűz van az egyetemen! Fú, éget szagot érzek! Fingottam! Bubble, fogd be! Ez már nem is vicces! El kell hagynunk a szobát. Ez áll biztonsági kézikönyvben. Elolvastam. Mi folyik itt? Partner, ne aggódj emiatt. Ez egy gyakorlat. Minden rendben van. Csak, biztos vagy benne? Persze, hogy biztos vagyok. Valószínűleg megszórakozik odabent. Mindjárt fel is hívom. Mandy, nem hiszem, hogy ez egy gyakorlat. Akkor miért állunk itt? Fussunk! Istenem, ég az egyetem! Bent hagytam a kosárlabdámat! Ha tűz van, akkor miért nincs füst? Talán ez csak egy gyakorlat. Nem, ez biztosan nem gyakorlat. Füstszagot érzek. Szellentettem. Fú, büdös. Bubble, ne fingj már. Hol van a tűz? Arra van. Srácok, maradjatok nyugton! Hívtam a tűzoltókat, el fogják oltani. Nincs miért aggódni. Ez fantasztikus, nem gondoltam, hogy hívják a tűzoltókat. Ugyan már, mi olyan nagy ügy? Ha rájönnek, hogy mit csináltuk, szétrúgják a seggünket. Srácok, csináljatok helyet, itt jön a tűzoltó. Nincs tűz! Menjenek vissza az egyetemre! Téves riasztás! Még egy ilyen téves riasztás, és elkopom a zsarnokot, és megbüntetem! Rendben, srácok, visszajöttek az egyetemre. Ez egy hülye vicc! Nem csinálom többet! Megmondtam, hogy veszélyes. Ugyan már jó móka volt. Hák! Jó van, elég volt. Srácok, lájkoljatok minket, iratkozzatok fel a csatornára, kattintsatok a csengőre, és várjátok az új részeket. Viszlát!